Kis a Podcast. Hírek helyben azonnal. Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Engem Lappincs Leventének hívnak, és mai vendégünk Kovács János, Győrvárosának Pro Urbe edzője. Köszöntelek. Köszöntelek téged is, és a hallgatókat is. Először engedd meg, hogy elmondjak nagyon gyorsan egy sztorit, hogy én miért tartom a judósokat ilyen igazi terminátornak. Gyerekként ismertem két srácot, és én nem tudtam, hogy ők judóznak. Egymás mellett bicikliztünk, és az egyik egy partvisnyelet átdugotta a küllők között. Hatalmas nagyot esett a másik srác, és azzal a hogy földet ért, felugrott, és gurult kettőt, ugye felugrott, és elkezdte kergetni a haverját. Mondom, ilyen nincsen. Én összetörtem volna magamat. Azóta nekem a zsúdósok ilyen, ilyen felső kategóriát képviselnek. Egyébként nagyon rossz gyerekek voltak, meg szerintem minden küzdősportoló. Te is rossz gyerek voltál? Én nem voltam rossz gyerek, sajnos szerettem volna is rossz gyerek lenni, de elég gyenge kis gyerek voltam általános iskolába. Én voltam az utolsó rangsorban az osztályban, úgyhogy nekem a judó ez egy teljesen más célból jött össze, arról, arról, szólt, hogy egy kicsit fölépítsem magamat. De ez a sztori, ugye nem beszéltük be meg ezt, amit most mondtál, de ez a sztori velem is megtörtént. Nekem a judó ruhám, ami föl volt akasztva a bicikli kormányra, és jöttem lefelé a Réfalusi idról, mentem edzésre, akkor még a Bercsénybe, vagy a nem a Bercsénybe, hanem Bencéseknél edzettünk és bement a küllők közé, rögtön megálltam, én is nagy sebesség, hogy jöttem le, gurultam kettőt-hármat a biciklivel szaltoztunk, fölkeltem, leporoltam magam, és mentem tovább ott a nézők elég el voltak szörnyedve, akik ott Cirkuszi mutatványnak nézhetett ki igen, igen, az volt egyébként. És hogy kerültél ö, kapcsolatba először a cselgáncsal? Két osztálytársam csúdózott, és ö, az édesapám azt mondta, hogy nem sportoltam, egy eléggé egy gyerek voltam, meg gyenge is voltam sajnos, és apám azt mondta, hogy valamilyen sportot kell, hogy válasszak magamnak, és azt mondta, hogy ha más nem, akkor elvisz boxolni. És annyira megijedtem a boxtól, hogy gondoltam, elmegyek az vagy egy egy nem tudtam, milyen az a judo, mondom, ott azért valam, valamit csak-csak kezdenek. Talán nem ütik meg az embert. Mondjuk. Igen, 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 ebbe bíztam. és, és nagyon megszerettem. És igazából, ha jól emlékszem, te már elég korán el is kezdtél aztán edzősködni, tehát még aktív karriered közben. Nagyon korán. Tehát én nem is tudom, hogy hogy történt ez, hogy 17 éves voltam, amikor a Vági Miki azt mondta, ő volt az edzőm Vági Miklós, azt mondta, hogy, hogy ad nekem egy csoportot, próbáljak meg. Ugye ez a Dózsában? Dózsában, igen, a Dózsában versenyeztem, és ott is kezdtem el edzősködni 17 évesen, és az, az, a csoportom az egy csoda volt. Nagyon, nagyon sok magyar bajnok került ki belőle, még mindig járnak hozzám nagyon sokan abból a csoportból, most ő masters bajnokok, meg világbajnok helyezettek, és ilyenek, tehát nagyon, nagyon jó volt az a csapat, és nagyon sok gyerek megmaradt belőle, azóta már több generáció fölnőtt a, a, vezetésem alatt, de az a csoport az egy nagyon jó példa volt mindenre. Hogyan sikerült kiharcolni az ő elfogadásukat, hiszen azért majdnem, hogy korba közel álltatok egymáshoz. Ez nem volt egy komoly feladat akkor, vagy, vagy nem gondolkodtál? Összeszerűen csináltam, és bejött. Tehát mivel ugye eleve versenyeztem, szerintem fölnéztek rá a gyerekek, mert akkoriban jó eredményeket értem el, és, és edzettem velük együtt. Tehát én úgy csináltam, hogy egyet edze, délelőtt valamit futottam, utána nekem volt munkájában, be kellett menni a dolgozni. Amikor négy óra felé kijöttünk, akkor pedig edzettem egyet a kis csoportommal, ezzel a kezdő csoportommal, amivel kezdtem, utána pedig én is edzettem. Tehát naponta kettőt, hármat úgy edzettem, hogy velük is tudtam egy-egy edzést végig csinálni, és szerintem a példa az ragados volt. Mindenképpen, hiszen mondtad, hogy már gyerekeiket is edzed, vagy edzetted tulajdonképpen. Mennyire jellemző egyébként ez, hogy hogy a, aki a judó szerelmese lett, az, az a saját gyermekének átadja ennek a sportágnak a hát szeretetet? Ez egy, ez egy érdekes dolog. A fiamat edzettem először, ott azt azért, mert elég GL foglalt voltam, és nagyon keveset tudtam vele foglalkozni, az nem jött be. Tehát kifejezetten rossz hatással volt rá, hogy én vagyok az edzője. Most a lányaim is máshol kezdtek, de néha-néha már edzettünk közösen, és ez nagyon jó sikerült. Én szerintem ez is gyerekfüggő főleg. De nem ajánlom egyébként az edző edzőknek, hogy a gyerekekkel foglalkozzanak. De ez el, egyébként szerintem olyan... nagyon kevés sportágban jön be, meg. meg, meg nem, hát nem. Vannak példák, szerepcsis. vannak olyanok, amik a csúcs, tehát van egy-kettő olyan, hogy hihetetlen, de, de szerintem azok a. a azok, amik nagyon ritkán jönnek. Igen. Tehát az általánosság az inkább az, hogy egy szülő ne edze a gyerekét, mert nem tudja, össze, vagy nem tudja, összeegyeztetni a szülő és a, az edző dolgát sokszor, amikor úgy kéne szólni a gyereknek, hogy... Hol a választó van? Igen, azt igen, nem igen, nem igen. tehát nem, nem tudják kitalálni, nem tudják érezni, se a, se a szülő, se a gyerek, és ebből konfliktusok jönnek. Későbbi későbbi pályafutásodba mennyire vált el, tehát melyik lett a fontosabb maga az aktív versenyzés, vagy, a, vagy az edzősködés? én nagyon szeretek versenyezni, igazán komoly eredményt sosem értem el. Amikor oda kerültem, hogy válogatott lettem, akkor lesérültem, nagyon sokat voltam sérült, tehát én egy ilyen eléggé sérülékeny gyerek voltam, nem is a judóban, nem sokféle más dologban szedtem össze sérüléseket, tehát ebből már azt tudom mondani, hogy egy idő után ezért sikerült rossz gyereknek lennem, mert, mert néha összeszedtem olyan sérüléseket, és nem az edzésen. És de, de edzésen is nyilván, és, és, nem tudtam igazán komoly eredményt elérni, lehet, hogy valószínűleg nem is voltam tehetséges, tehát az is benne van ebbe a dologba, mm. és bár a mai világban már azt mondom, hogy, hogy, és, és nagy emberek, nagy komoly olimpiai bajnokok mondják azt, hogy már nem a tehetség számít, hanem az, hogy mennyire akar valaki valamit. Tehát a szorgalom az, most mai világban a szorgalom a tehetség. Az biztos, tehát hogyha csak a hétköznapi életben megnézzük, a, a szorgalom az, az tényleg egy elveszőben van, tehát hogyha nem kapnak a, egyből visszacsatolást a fiatalok, pozitív visszacsatolást, akkor nagyon könnyen megfutunk. Gyors, gyors a világunk, ha már akarunk eredményeket elérni, és ez a judóban nálam nem így volt, tehát egy-két évig judoztam, még meccset sem tudtam nyerni, tehát azért gondolom, hogy én elégeteltségtelen gyerek voltam. Én ezt büszkén vállalom, mert a másik oldalának az, hogy szorgalommal meg példát tudok mutatni a többieknek, hogy aki úgy érzi, hogy nem ott van, nem, nem olyan tehetséges, én azt mondom meg, hogy jegyzé, csinálj, csináljad, és előbb-utóbb bejön az eredmény. Tehát az edzésnek mindig megjön az eredménye, vagy így, vagy úgy. Nyilván nem úgy, hogy mindenki olimpiai bajnok lesz, vagy bajnok lesz, de, de valamilyen téren mindenképpen fejlődni fog és eredményeket fog felmutatni. Ezért fontos a hátország is egyébként, mert ha nem lennének utolsók, meg utolsó előttiek, akkor nem lennének olimpiai. Hát főleg egy kontaktsportban, tehát ott Persze. eleve nem tudsz edzeni, se, hogyha ha, Nincsen párod, nincs partnered. Jó sokáig kell dobózsáknak lenni, hogy egy idő után, egy idő után igen, tudjon menni. Igen, igen, igen. Ezt a szemléletet később a Vitál, az által alapított Vitál, Vitál Judo klubba is gondolom átvitted. Hát sőt, tehát, tehát ugye a juda az egy egyetemes dolog. A juda az Japánban is olyan, mint Magyarországon, vagy Montenegróban, vagy akárhol, annak van egy olyan közös nyelvezete, egy hagyománytisztelet, és a az viselkedés a judó versenyen, edzésen, és ez nyilván kiad a magánéletre, is hogy, hogy könnyű dolga van az edzőknek, illetve a csudokáknak, mert ez meg van írva előre, meg van a rendszer, és ezt szerint kell élnünk. Ha nem úgy élsz, akkor nem vagy judós. Tulajdonképpen nekem mindig, ami az első szó, ami eszembe jut a csúdóról, az a tradíció. Tehát szerintem ekkora hagyománytisztelet nincs nagyon más sportágban. Szerintem van azért, de, de főleg a keleti sportágakban, tehát ugye ott más eleve a mentalitás az embereknek, tehát azért van, de, de a judo az ennek egy, egyik legjobb példája. Igen. Hogyha ugye mondtad, hogy egyetemes nyelv, nyelve van a judónak, hogyha azt nézzük, hogy viszont folyamatosan vannak szabályrendszer változások, ugye itt az elmúlt években voltak, ugye volt, aki szerette, volt, aki nem szerette, ez mennyire, mennyire tud egy judós gyorsan átállni ezekre, ezekre a változásokra? Mert azért, azért én, mint néző, nehezen álltam át például. Hát pedig a, pont ezek a szabályok azért jöttek, hogy a nézők könnyebben megértsék, tehát eléggé le van csupaszítva ja. a versenyrendszer, nagyon kevés technikai rész van, tehát díjazásban régen volt egy csomó koka, jukó vazári ipont, tehát mindenféle értékelése volt egy dobástak, most a vazári meg az ippont, tehát amint egy kicsit is már hátára tudott tenni az ellenfelet, az arra a vazárit kapsz, illetve egy rendes, tökéletesen kivizsgálható dobásnál pedig ippont. ez eddig más, másképp működött. Én nagyon ellene voltam az új szabályrendszernek, nekem nagyon nem tetszett, azért is, mert már több mint 40 évet akkor a dzsúdóba töltöttem, amikor elkezdték ezeket a szabályrendszereket változtatni. Hozzáteszem azért, hogy a tévében élvezhetőbb és érthetőbb legyen a sporták. Tehát ezért találták ki ezt. És nekem nagyon nem tetszett az elején, de azt kell, hogy mondjam, hogy hogy volt értelme. Tehát érthetőbbé vált a judó, és. Így, így, is lehet judozni. Tehát, tehát amikor ilyen nagyon sokféle nüansznyi dolog volt, ami számított, akkor, akkor sokszor kitaktikázták az egészet. Most meg nehezen megy. Több tehát... volt benne egy kicsit talán a bírói szubjektivitás. Igen, 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 Egyébként én mérges voltam, hogy, hogy mondtam is, hogy ezt változtattak, mert pont mire megértettem mindent, addigra változtattak. Szerintem nem? most egyszerűbb lesz megérteni. Tehát... most már ezt is értem. Igen, igen azért nem. mondom, tehát sokkal egyszerűbb most megérteni. Igen. Ö, egyébként ez úgy nagyjából minden sportágra az olimpiai ő, tagság megtartása miatt jellemző, hogy mindent egy kicsit így leegyszerűsítenek. Nem vagyok benne biztos, hogy hosszú távon ez a jó, de, de a judót mégse érintette annyira, mint mondjuk esetleg most az öttusát, de ugye elég érdekes dolgokat akarnak mert bevezetni. nagyon nagyot forgattak az öttusán, és sajnálom az mert, mert egy nemzedék rá fog erre menni szerintem. Hát mire kifolja magát ez az egész Minden. rendszer, az biztos. Ráadásul az öttusában azért volt egy balcónk, meg emellé még 20-30 másik nevet tudnék felsorolni, de azért a balcó az balcó volt, tehát az egyikon. Legenda pontosan. Hogyha már legendák, ugye te, ha jól ismerem az élettörténetet, nyilván nem teljesen, de úgy tudom, hogy Pakson is dolgoztál. 83-ban, amikor leszeltem a katonaságtól, akkor nem tudtak itt biztosítani edzői állást nekem, és, és, elmentem Paksa. Ez abban az időben volt, amikor az összes nagyon, akkor nagyon komoly felnőtt és junior csapatunk volt, inkább a felnőttek voltak már, azt hiszem, azok az emberek, és, és szétszél lett egy 10-15 fős, nagyon profi válogatott csapat, örömmel kapkodtak utánunk a Pesti, Nagy Pesti Egyesületek. Engem a Tuncsik József a Magyarországnak az első olimpiai, bronz, a, a, olimpiai érmes Igen. versenyzője, aki ott Pakson a judót irányította őkért fel, hogy menjünk, csináltunk egy, egy közös edzés, és tetszett neki nagyon, hogy tartottam az edzést, és megkért, hogy menjek oda, és mivel, hogy amikor leszeretem, pont nem volt itt állásom, oda is mentem. Egyébként ez volt az egyetlen kiruccanásom, én több mint 50 éve judózom, és azóta itt, itt vagyok Győrbe, ez a hát. három év, amit Pakson töltöttem, ez volt a kihagyás, de nagyon sokat tanultam a mestertől, és nagyon jól éreztem magam Pakson, komoly magyar bajnokaim voltak, tehát jó eredményeket is értünk el, és ott kezdtük el először az iskolai testnevelésbe bevinni a judót. Most már általános, hogy mindenféle sportágak bent vannak a, az órákban, akkor, akkor ez egy nagyon különleges dolog volt. Paksot egyébként csak azért említettem, mert a magyar cselgáncsnak, judónak valamilyen szinten egy ikonikus ö, helye, hiszen ott egy egész, hogy egy nagyon jó műhely volt, és ugye onnan érkezett az egyetlen egy olimpiai bajnokunk is, ha jól tudom. Hát ha dicsekedni akarok, akkor mondhatnám, hogy az én, én, én amikor ott voltam, akkor, akkor kezdett ott judózni, és akkor még egy serdülő gyerek volt, de sajnos azt is hozzá kell. Kovács Antal, nem, ugye? Hogy Kovács Antal. Azt is hozzá kell tennem, hogy nem láttam rajta én akkor, hogy és amikor elmentem, utána lett a hangyási László keze alatt egy, egy nagyon komoly versenyző belőle, én akkor nem láttam, hogy ennyire tehetséges, hát nyilván akkor még egy serdülő srác volt, ügyeskedett, ügyes volt, de az, hogy olimpiai bajnok lett, az egy, az egy szenzációs esemény a magyar Gyúdónak, és nem gondoltam volna, akkor azt mondta volna valaki, hogy ez a gyerek az lesz, akkor, akkor megettem volna a kalapobat, tehát ez, ez nem volt de utána, már, utána nagyon sok jó versenyző volt, és most hozzáteszem azt, hogy Győri aktualitása is van a dolognak, mert a hangyási László mester készíti fel a Ricsit, a Sipőc Ricsit, a Győri ö, válogatott versenyzőt, sokszoros ö, Európa és Világbajnoki bajnokot és helyezettet, juniorban sikerült neki nagyon-nagyon sok jó eredmény mint elérni. Most egy kicsit döcögős volt neki az utóbbi éves sérülések és egyéb gondok miatt, de most abba a műhelybe, tehát itt marad Győrbe, tehát nem igazolt át, illetve a Gyimesnékének az edzője irányítása alatt folyik most is a munka, de a Angyási László precizírozza ki a dolgokat, ő készíti fel a világversenyekre, és azt tudni kell, hogy a, paksa az mindig a leginkább a nehézsúlyoknak a a, a istálója volt ott egy nagyon komoly ö, állomány volt. Tehát minden egyes nehézsúlyú, aki oda került, vagy onnan nevelkedett ki, az világ szintű eredményeket tudott hozni. Tehát a, a lacinak ebbe a, ebbe a nehézsúlyba különleges ö, tapasztalatai vannak. Nyilván a többi, be, többi, ez is nagyon jól ért, hiszen a Braunákos 71 kilóba lett talán világbajnok, és egy csomó olyan eredménye volt még neki, ami, ami tényleg le a kalappal, de, de a nehéz súly az a, az, az ő specialitása a és a, szerintem a Ricsit nagyon meg fogja még ezt tolni, mert szüksége van rá, mert azért a felnőtt versenyzés az egyek komolyabb, mint, a, mint az ifjúsági, tehát ez a király kategória már, amiben ő van, és most is voltak kint a múlt héten ötödik lett egy Grand Prix, úgyhogy pont ott áll, hogy a bejutás előtt áll az olimpiára, tehát még lesz egy-két verseny, én nagyon kívánom neki, hogy, hogy szerencsés legyen, illetve tudjon teljesíteni, mert akkor olimpikonként indult a Párizsi olimpián, és bármi lehet, de igazából hogyha meg kéne jósolom, akkor a következő olimpia lesz igazán az övé, tehát akkor kerül abba a korba, akkor a tudása lesz, hogy ott nagyon nagy eredményt vár el tőle a szakma. Hát hogyha már szóba került az olimpia, akkor, akkor hadd kérelek meg, hogy jósolja egy picit nekünk, vagy kik látsz egyébként éremesét, vagy milyen... milyen hát ez, eres, ez borzasztó, de ezért nem lottózom, meg nem szoktam ilyen sportfogadásos részén itt, itt se tudnám igazán megmondani. Az tény, hogy most jelenleg hat bejutunk van a mostani állás szerint, és, és, egyik se véletlenül. Tehát az olimpiára bejutni nehezebb, mint az olimpián helyezést hozni. Ugyanis egy ilyen versenyen, egy ilyen Grand Pin indul mondjuk egy országból, mondjuk Taskentbe rendezték, meg ott a hazaiak az egy nagyon-nagyon jó judót tudnak, On, onnan, onnan indul kettő, vagy nem tudom hány ember, tehát több ember indul, illetve az egész mezőny, aki be akar jutni az olimpiára, az, a sok-sok országból mindenki elindul, és ott viszont egy, egy, egy szűk létszám. Tehát mondjuk a két japán indul egy ilyen verseny, akkor azért az embernek elég nehéz dolga van, hogy legyőzze az egyiket, még ott van a másik. Az olimpián csak egyet kell legyőzni, az se egyszerű történet, de azért ö, olimpiai helyezést elérni, ha már odáig az már azt az utat végigmented, azt a nagyon kemény utat, és sikerült bejutnod, akkor ott már, ott már bármi lehet, ezt csak arra mondom, hogy azt mondtad, hogy jósoljak, bármi lehet. tehát ö, Igazából a női mezőnyünk nagyon jó, nagyon sok tehetséges gyerek van, és közte mondanám, hogy a koroncói... Rózára, gondjárt, Rózára gondolok a koroncoi versenyzőre, aki most nagyon-nagyon komoly startba kezdett, nagyon rákapcsolt, és, és hozza végig jó eredményeket. De Hát a, a leginkább leg tapasztalattal rendelkező, és, és a, a, úgy tudom, hogy a legtöbb eredményt a, a elért, tehát ilyen Grand Prix, meg ilyen versenyeken, tehát a nagy nemzetközi versenyeken a legtöbb érmet a Krisztián hoztatót, Krisztián az MTK-s, aki már ugye bronzérmes volt az olimpián, és őne, őnek is bármi lehet. De viszont ha megnézem azt, hogy kikkel kell megküzdenie, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény riválisok, nagyon kemény ellenfelek vannak. De hát, ha azt nézem, már mindegyiket szinte legyőzte. De hogy egyszerre, ha meg tudja ezt csinálni, már pedig volt, hogy nyert versenyt, és egyszerre legyőzött mindenkit, ez az olimpián kijön, akkor, akkor fú, hú, nem merem mondani, hogy mi lesz. Reméljük, hogy így lesz, és reméljük, hogy, hogy minél többen megszerzik az olimpiai kvótát. Hogy látod egyébként a hazai judo helyzetét? Tehát sokan akarnak. Sok gyerek van, aki, aki érdeklődik ezután a sportág után. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az elmúlt évtizedben uh, nehéz volt már a. A, tehát a sport általánosan szerintem a sport uh, uh, már nem olyan érdeklődésnek tart számot, a, a, a gyerekek ez a 21. századi történet, ez a gyerekeket elvitte, tehát a, az online történetek, meg, a, meg a, ez a, ez a technológia, ez már a gyerekeket más irányba viszi, tehát ő nekik nem, nem a sport jelenti azt, hogy, hogy kikapcsolódnak, vagy valami sikereket érnek el, vagy valami. Ők, ők egy táblagépen meg tudják valósítani magukat. Ez egy álvilág egyébként, de, de mégis csak úgy néz ki, hogy ebbe, ebbe bele élik magukat és nem akarnak igazán komoly ö, dolgokat letenni, és az elmúlt évtizedben ez nagyon látszott, viszont most azt látom, nem tudom, hogy mi az oka, hogy megint kezdenek a sportok felkerülni, itt, a, itt ugye van egy sportoló nemzetprogram, amit a, a kormány most ö, ö, elkezdett. Ö, kitalálták és elkezdték népszerűsíteni, és az arról szól már, nem csak arról, hogy jó eredményeink legyenek, hanem arról szól, hogy minél többen sportoljanak. Ezt mindig szokták mondani, de most úgy látom, hogy a sportnak a struktúrá is kezd olyan lenni, az egyesületek is, tehát az én egyesületem is már arról szól, hogy minél több embert vonjunk be, és ne csak bajnokokat neveljünk, hanem, hanem tegyük jobbá az embereknek az életét, az életmód változás, tehát a sport az mindenképpen egy életmód váltást, egy jobb életet, egy egészségesebb életet jelent, hogyha, hogyha jó kezekbe kerülnek ezek az emberek, és, és most azt látom, hogy jönnek az emberek, tehát mi is most ö, ö, 300 fővel indultunk, nem voltunk 300 en és most már 700 körül van a, a, létszámunk, és nagyon erősen fejlődünk, tehát azt jelenti, hogy jönnek be az emberek a sportba, és mindenhol ezt látom, a legtöbb egyesületnél azt látom, hogy, hogy kezdenek kell jönni. Régen egy toborzásnál ö, nagyon sok embert lehetett összehozni, aztán az elmúlt tíz évben toborzás elsziát. semmit nem ért, tehát olyan volt, hogy tartottunk egy bemutatót, mindenkinek tetszett, mindenki jelentkezett, hogy eljön judozni, azután utána meg senki nem jelent meg. Mert, mert el, Aki el pedig megjelent, edzőzett. az lemorzsolódott. Ne, de ezt, nem, de nem. sokszor meg sem jelentek, tehát ez a toborzást egy kicsit el is felejtettük. Most meg azt látom, hogy az egyik ö, kollégám tehát több kollégám van, akik mennek az iskolákba, és én nem szántam ennek olyan nagy szerepet, és azt mondtam, hogy hát azért nem hiszem, hogy sikerülni fog. Aztán, mint tudom, első, első nekivutásra tartottak egy bemutatót egy iskolába, 36 Jelenkező volt, és azok most járnak most már két hónapja, tehát még a fluktuáció sem olyan, hogy az első két edzésen, amikor meglettek rajta, utána hagyták volna. Tehát én, én itt nagyon-nagyon bizakodom, és azt látom, hogy a sport kezd nem ugyanúgy, mint régen, nem mindenki olimpiai bajnoknak nem, nem vers, nem mindenki nyerni akar illetve akar, de nem tud, de, de már kezd a sportnak az az oldala is előre jön, hogy egy jó társaságban van a gyerekem, tehát amikor a szülő, itt, itt azért a szülők döntik el ezeket a dolgokat, a logisztika nagyon számít, hogy oda jusson edzésre a gyerek, tehát most már azt mondják, hogy jó társaságban legyen a gyerekem, legyen cél előtte, legyen egészséges, töltse az idejét hasznos dolgokkal, és ez, ezek mellett, hogyha, hogyha ki van jelölve az útja a gyereknek, azért azért szépen tud fejlődni, és, és sok gondtól megóvja magát és a családját nyilván. A sportra vezetésben, a gyermekek sportra vezetésében nagyon nagy szerepet vállaltatok ti is, amikor az ukidót elkezdtétek, mondjuk úgy csúnyán, hogy csinálni, tehát amikor elkezdtetek ezzel foglalkozni. Egyébként mit jelent maga a szó? Hát ezt egy mozaikszó úgy raktam össze, hogyha kétféle variációja van. A, hogyha a középső három betűt kiemeljük, mert úgy néz ki, akkor a kid mint gyerek. Igen, igen, tehát, tehát, tehát ez utal arra, hogy tényleg óvodásokkal foglalkozunk, tehát igazán gyerekekkel, kisgyerekekkel foglalkozunk. Ha a japán szavakat nézzük, akkor pedig az uki az picit jelent, a dó pedig egy, egy utat, egy, egy tevékenység utat jelent, vagy egy szellemi utat, tehát azt jelenti, hogy a kisgyerekeknek a fejlesztése. Úgyhogy ez egy ilyen kettős szójáték. És azt el kell mondani erről a nevezhetjük mozgalomnak, vagy programnak? Hát a sportrendszer a sportrendszer. neve, úgy van, úgy van bejelentve. Hát igazából ez egy óvodás egy. Igen, ügy. tehát tulajdonképpen ez nem konkrétan csúdó nem irányú, és sport, nem judó nem irányú, nem, 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 nem minden, minden jellegű. Hát egy általános ráadat, fejlesztés. Nem. Általános fejlesztés, ugye arból ar, indultam ki, hogy ezek a gyerekek, ezek a négy-öt éves gyerekek, Azért nem járnak iskolába még, és azért a hat éves kornál van az iskola érettség megjelölve, mert attól kezdve vannak olyan tanulási folyamatok, amik már irányítottak, tehát hogy én elmondom neki, vagy megtanítom valamire, de az alatt a gyerek csak a játékkal, a játékkal ö, képezi magát, tehát mozgással fejleszti az agyi tevékenységet, és amikor oda kerül hat éves korba, akkor majd lehet tanítani, de három-négy éves korban nem angolra kell tanítani a gyereket, hanem minél többet kell neki mozogni, hogy kialakuljon a mozgása, de nem a sport miatt, hanem a az agyi tevékenység az arról szól, hogy irányítja a mozgásomat. És, 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 ezért gondolom, hogy ezzel itt elég hasznos dolgot csinálunk. Nincs benne judó, sőt, nincsen semmiféle szakirányú dolog semmilyen sportba, ez csak egy játék. Egyébként, aki kíváncsi rá a Facebook oldalatokon, illetve a különböző videó megosztón megtekintheti ezeket igen, a dolgokat. nagyon jó, jó videóink vannak, amik tényleg elmondják a lényeget. Tehát ettől, ettől senki ne tartson, hogy a gyerek összetöri magát, mert... Nincs közel judóhoz. Annyi közel van, hogy nagy nagyrészt edzők tartják. De most már ugye több városban is jelen vagytok. De több városban vagyunk. Ö, olyan sokban nem sajnos, minden gondoltam volna, mert ö, ö, nem terjedt el annyira, de akik elkezdték, azok nagyon büszkék rá is, és, és ugye ennek az a lényege, hogy utánpótlást tudsz a saját sportágodba vinni, mert hogyha te tartod az ukidót, legyél akár egy úszóedző, ha te tartod az ukidót, utána, amikor azt mondod a gyereknek, hogy te nagyon tehetséges vagy, meg a szülőnek tehetséges a gyereked, hogy akkor elvinném hozzám edzésre, akkor megkérdezik azt, hogy ki fogja tartani az edzést a gyereknél, ez egy nagyon fontos dolog, és amikor azt mondod neki, hogy én, aki már egy éve tanítottam, vagy két éve hukidóra, játszottam vele gyakorlatilag, akkor a gyerek könnyebben vált, mint hogyha egy új helyre bekerül, egy új közegbe, egy új emberre ez kellene van. neki megismerő. Rag, ragaszkodik az, az a... oktatóhoz igen, mindenki. igen, igen, igen. Ö, Egyébként tényleg ez több sportágban is elmondható, hogy, hogy, hogy ö, ö, szeretnek a gyerekek végig egy edzővel, vagy, <laughs> vagy, vagy, vagy képzést tartó emberrel lenni. Illetve amiért én még ezt nagyon hasznosnak tartom, mert ezek a gyermekek, akik akár nálatok is találkoznak az Ukidóval, valószínűleg nem játszanak már annyit szabadba, mint mondjuk mi játszunk. Akkor nem lenne szükség az ukidóra. Tehát igen, igaz. gyakorlatilag tényleg mi csak játékokat játszunk velük, de ezt úgy kell elképzelni, hogy azért komoly játékok, tehát olyan egyensúly, meg olyan ügyességi dolgokat csinálunk, amivel az agya nagyon keményen meg van dolgoztatva a gyereknek. Tehát a gyerek az építi föl magába a térlátástól, az egyensúlytól elkezdve mindent. Tehát ez egy, de, de mivel játék, nagyon könnyen jáz, magába szippantja ját és, és, nagyon fej, igen, játszva fejleszt ez a szlogenünk is egyébként. Na, hát akkor erre ráéreztem, mert ezt nem tudtam. fejleszt. Ö, jelenleg hol edzősködsz még? A Vitál, Judo Klubból lett a Rába Eto Sportegyesület, Rába Eto Győr Sportegyesület. Annyiban különbözik ez a Vitál judo hogy Vitál judo egy szakosztály volt, most 15 szakosztályunk van, és nem 100 hány emberünk van, mint a Vitál Judo-ban, mondom, most 700 körül vagyunk, és remélem, hogy nem sokára elérjük az ezer fős létszámot. Van olyan tanítvány, akire kifejezetten, hogy tanítványok, hiszen azért itt több évtizedet felülete felőlel a pályafutásod, akikre kifejezetten büszke vagy, vagy... vagy Nagyon sokra. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem minden tanítványomra. Most nehéz lenne nevet mondani, mert akkor kit kell kihagynom. Szóval, szóval igen, igen, igen. Szóval az elmúltból is nagyon komoly tanítványaim voltak, akik emberileg is megállták el őket, és nagyon büszke vagyok rájuk, és, és most az új nemzedékbe is de, de hát volt már négy generáció, aki a kezem alatt így felnőtt, de a mostani nemzedékben a pici között is látok egy-két nagyon tehetséges gyereket, és a tehetséget most meg macska körmözön, mert igazából arról van szó, hogy szorgalmasak, és élvezik, amit csinálnak. Úgyhogy nem mondanék neveket, nem mondanék neveket, mert nem akarok senkit csak kiadni. Hál' Istennek nagyon sok ilyen gyerek van, és büszke vagyok rájuk a mostani tanítványaimra is, meg akik eddig is nálam edzettek. Talán azért ö, is mondhatod ezt, hogy büszke vagy nagyon sokokra, hiszen nem feltétlenül a, a, sport sikerek mutatják meg egy igazi judósnak a, a, nagyságát, akár a sportágban, akár az életben, tulajdonképpen egy, egy, egyenes embert nevel ez a sportág. Hát a szlogán itt is, hogy már szlogereknél tartunk, az előbb mondtam egyet, a judo életmód. Tehát a judóban nem, nem, attól lesz judós, hogy megtanul egy dobást, vagy kettőt, vagy százat, hanem attól, hogy megtanulja a judónak a, jelrendszerét megtanul judosként élni, és is gondolkodik. És ez egy nagyon-nagyon szép dolog, és szerintem egy hasznos dolog. Úgyhogy én ezért vagyok rájuk büszke, igen, minél több gyereket hozunk be a judóba és tényleg sikerül nekik átvenni ezt a uh, judó által ikletett, illetve sugalmazott uh, módot, életmódot, hogy hogy éljünk, hogy viszonyuljunk másokhoz, az egy nagyon-nagyon szép dolog, és szerintem hasznos is. Ehhez kívánunk neked nagyon sok energiát, most viszont el kell köszönnünk. A hallgatóknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és neked pedig nagyon szépen köszönjük azt, hogy rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.